dinamikus edzéssel vette kezdetét az Alba Arena háromnapos megnyitó rendezvénysorozata csütörtök délelőtt. A magyar jégkorong válogatott játékosai ekkor próbálhatták ki először az új aréna jegét. Nagyon izgatottak vagyunk és várjuk, hogy tényleg milyen lesz itt a hangulat egy teltházas arénába, de az építmény gyönyörű, azt hiszem, a Székesfehérvár városa és a magyar jégkorong is azt hiszem már megérdemelt egy ilyen szintű létesítményt, és első számban én azt gondolom, hogy a szurkolóinknak lesz nagyon jó, és egy nagyon kulturált létesítmény, ahol családostul mindenestől kényelmesen minden igényt kielégítve tudják élvezni majd a jégkorongot. Pénteken és szombaton érdemes volt korán érkezni az Alba Arénába, hiszen a szervezők nem csak a pályán várták érdekes programokkal a közönséget. Az aréna épülete előtt és a folyosókon is számos lehetőség volt a sportolásra, szórakozásra. Látogatható volt a gyereksarok és a múzeumrész, kitelepült a Magyar Honvédség, akik ügyességi feladatokkal és lézerfegyver bemutatóval várták az érdeklődőket. A folyosókon akadálypálya is volt. Ki lehetett próbálni az óriás pezölt, a memória játékot, valamint a jégkorongos csocsót is. A létesítményt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár társaságában Cserpalkovics András polgármester nyitotta meg hivatalosan péntek este. A polgármester mindenkinek köszönetet mondott, aki bármilyen formában is hozzájárult az új aréna felépítéséhez és átadásához. Talán érdemes a jégkorong társadalommal kezdeni, hiszen Ocskai Gábor vezetésével itt az elmúlt évtizedekben szakemberek, egykori jelenlegi játékosok, edzők, a klubvezetői és maguk a szurkolók is sokat tettek azért, hogy azt mondhassuk, hogy megérdemelten kapott egy ilyen arénát ez a város és ez a szurkolóközönség, de emellett köszönet a kivitelezőknek, az építészeknek, tervezőknek, annak a sok ezer munkáskéznek, aki télen is, nyáron is, hidegben is, forró melegben is építette ezt a csarnokot. A norvégok elleni arénaavató mérkőzést és a szombati duplázást is a magyar jégkorong válogatott nyerte, ezzel teremtve fergeteges és feledhetetlen hangulatot a lelátókon és a pályán egyaránt. A szombati találkozó előtt köszöntötték a szapporói hősöket, és búcsúztatták el a válogatottól visszavonuló játékosokat, zárásként pedig vasárnap este a megjelentek közönségkorival vehették birtokba a multifunkcionális csarnok jegét. Az Alba Arena 2021. novembere és 2023. decembere között épült a Modern Városok program keretében, sporteseményeken 6000, egyéb rendezvényeken pedig 8000 fő befogadására képes. Az aréna a jövőben a Hidrofehérvár AV19 otthona lesz, a jégkorongon kívül további 25 sporteseménynek adhat teret a curlingtól a lovasportokig, de ezen kívül alkalmas lesz koncertek, vásárok, kiállítások és különböző kulturális rendezvények lebonyolítására is.